Irinyi János 1817-ben született, egyes források szerint Nagy Létán, amely ma már Létavértes részét képezi, mások szerint kicsivel arrébb a Bihar megyei Albison. A középiskolát Nagyváradon végezte, majd mezőgazdász édesapja kívánságának elegettéve jogot hallgatott Debrecenben. 19 évesen Bécsbe került, ahol kémiát kezdett el tanulni, a területen nagy névnek számító Meissner Pál professzor diákja lett. Az ő egyik sikertelen kísérlete után merült fel Irinyiben, hogy hogyan lehetne biztonságosabbá tenni a gyufákat. Az akkoriban használt gyújtók robbanásszerűen gyúltak lángra, gyakran szétfrecsentve a tüzet, mindezt nagy zajjal kísérve. Az ifjú Irinyi rájött, hogyha a gyufa fejében lévő fehér foszfort nem káliumkloráttal, hanem ólomdioxiddal keveri, akkor egy könnyebben gyulladó, nem robbanó és halkabb gyújtó eszközt kap. Így született meg a ma is használatos biztonsági gyufák közvetlen őse. Találmányát eladta egy Bécsben élő magyar kereskedőnek és gyufagyárosnak, Rómer Istvánnak, aki a gyufa gyártásából tekintélyes vagyonra tett szert. Arról, hogy Irinyi ebből mennyit kapott meg, megoszlanak a vélemények. Bécs után Berlinben folytatta tanulmányait, 1838-ban megírta első tudományos értekezését, melyben a kémia elméleti kérdéseivel, főleg a savelmélettel foglalkozott. Rámutatott, hogy a savas kémhatásnak nem az oxigén az okozója, ami szembe ment a modern kémia atyának, Antoine Lavoisiernek az elméletével. Ekkor figyeltek fel rá igazán, és került nevesebb tudományos körökbe. Berlin után a Hohenheimi Egyetemen is hallgatott, hogy hasznos mezőgazdasági ismeretekre tegyen szert, amivel tudja segíteni az elmaradott magyar földművelést. 1839-ben hazatért és egy évvel később Pesten gyújtógyárat alapított, mely eléggé fellendült, naponta félmillió gyufát állított elő. Ezzel komoly konkurenciája lett többek között Rómer István bécsi üzemének. Végül 1848-ban a vetélytársak ellehetetlenítő törekvései miatt kellett bezárnia. Ezzel párhuzamosan kémikus pályafutását immár magyar nyelvű értekezéseiben folytatta tovább. Ő volt az első, aki javasolta a szikes talajok gipszel való javítását, ami azután általánosan bevett módszerré vált. 100 holdas vértesi birtokán meghonosította a géppel való szántást, vetést, boronálást, a talajt pedig hamuval és mézsóval műtrágyázta. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a háttérből segítette a megmozdulásokat, melyeknek öccse Irinyi József is fontos szereplője volt. Jánost megbízták a nagyváradi lőporgyár és ágyúöntőde irányításával, amiért a világosi fegyverletétel után börtönbe zárták, 1850-ben szabadult. A szabadságharc bukása viszont annyira meggyötörte, hogy többet nem publikált. A gazdálkodást folytatta, az új technológiák azonban sok pénzbe kerültek és eladósodott. Banki számtanácsosként és a debreceni gőzmalom igazgatójaként dolgozott. Feleségül vette Baranyi Hermint, akitől 2 gyermeke született, de egyikük sem érte meg a felnőtt kort. 65 évesen nyugdíjba ment, és 1895-ben bekövetkezett haláláig Vértesen lakott. A legtöbb ember csak találmányával azonosítja Irinyi Jánost, azonban nagyon fontos szerepet játszott az új szemléletű kémia itthoni megvalósításában és a magyar kémiai szaknyelv kialakításában. Találmánya sokáig uralta a piacot, azonban a 20. század elejére a mérgező fehér foszforos gyufát világszerte betiltották és felváltotta a biztonságosabb vörös foszforos változat a dobozon lévő dörzs felülettel. Ha tetszett a videó, jelezd egy lájkkal és iratkozz fel, hogy ne maradj le a következőről. Ha pedig másképpen is szeretnél támogatni, azt megteheted a csatorna tagság funkcióval. Köszönöm a figyelmet!